Kedves nézőim, nagyon nagy szeretettel köszöntjük Önöket. Önök Viva Natura vagy VN televíziót látnak. Ezen belül is az Ezoterefere adássorozatunkat. Paksi Zoltán úr, asztrozófus, üdvözöllek. Üdvözöllek én is, második, és a kedves nézőket második is. Alkalommal vagy nálunk, és múltkor tulajdonképpen ott hagytuk abba, hogy milyen szerencsés a mi életünk, hogy itt és most ebben a gyönyörű világban élhetünk, amikor ezek az óriási átalakulások vannak az ember életében. Én azt szeretném, hogyha a kedves nézőknek elmagyaráznak, nagyon sokan voltak már asztrológusnál, a bolygóállásuk miatt, megcsináltatták a kis képletüket. Mi a különbség, hogyha elmegyek egy asztrológushoz, vagy egy asztrozófushoz, milyen minőségileg másabb útmutatást kapok, hogyha hozzád ülök le egy beszélgetésre, mint hogyha az asztrológiai képletemet megkapom, ahol viszont nagyon sokszor, és ugye ezért feszegettem ezt a témát, a determinális jóslatok jönnek be, hogy ne lépjék ki az utcára, mert holnap után előtt egy autó. De most annyira megteremtem gondolatba ezt, hogy amikor kilépek, mégis előtt az autó. Ez önmagát megvalósító törvény. És ezzel én nem tudtam soha azonosulni. Volt ezzel elég sok problémám a saját asztrológiai tanáraimmal. Mi a különbség akkor most ebben a világnézetben, amit te fölvázoltál, ami egyébként nekem sokkal holisztikusabbnak tűnik, és mindent jobban átfogva, emberközeli, és valóban a szabad akarat törvényét beépítve egy átfogó képet ad. Én most itt vagyok, de most nem kell egy ilyen asztrozófiai képletet elkészíteni nekem. A különbségeket szeretném, hogyha érzékeltetnéd. A különbségekkel kapcsolatosan, hát mondhatom azt, hogy ég és föld a különbség. Ugye ahhoz, hogy a kedves nézők ezt jobban értsék, a következőt szeretném elmondani ahhoz, hogy tényleg a lehető legpontosabban értelmezhető és érzékelhető és érthető legyen, amiről beszélni szeretnék. Ugye induljunk ki onnan, és most tényleg maradjunk csak a mondjuk a régészeti leleteknek a bizonyságai mellett. Nos, ezek alapján az asztrológia, tehát a leletek alapján bizonyíthatóan ez az asztrológia, tehát ez a csillagtudás, ez 7000 éves múltra tekint vissza. Tudjuk, hogy ennél jóval több, de 7000 évvel ezelőttről vannak olyan leletek, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy akkor már működött az asztrológia. Nyilván sokkal régebben is volt. Na most, tudod, az a nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy az asztrológia történetében van egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon elgondolkodtató esemény, és ez a következő. 2500 esztendővel ezelőtt, tehát Krisztus előtt 500-ban, Babilonban, és ezt mind az asztrológiai könyvek, mind a csillagászati könyvek leírják, hogy ekkor a napnak a látszólagos föld körüli pályáját, tehát a naputat egyszerűen, ezt 12 egyenlő részre osztották fel. És ezeket a körszeletkéket, ugye 12-30 fokos körszeletkéről beszélünk, ezeket a mögöttük látható csillagképekről nevezték el. Tehát indulunk a tavaszponttól, a tavaszpont hátterében ott volt a kós csillagkép, arról nevezték el ezt a 30 fokot kósnak, stb. Így van. Na most ebbe az a nagyon-nagyon érdekes, hogy a csillagképek, hogyha megnézzük őket az égbolton, akkor látjuk, hogy nem egyenlő nagyságúak. Tehát azok a csillagzatok, amelyek isteni üzenetként jelennek meg az égen az ember számára, ezek a legősibb szimbólumok egyébként a Földön élő ember számára. Nos, ezek a csillagzatok nem egyenlő nagyságúak. Tehát a halak csillagképe például, vagy háromszor akkora, mint a kos, a bika is jóval nagyobb, mint a kos csillagkép, és itt sőt, tulajdonképpen 30 ívfokos nagyságú csillagképpel nem is találkozunk. Na most ez azért nagyon-nagyon érdekes, mert miután 2500 évvel ezelőtt megalkotódott ez a 12 állatövi jel, innentől fogva, hogyha megnézed az asztrológiai tanításokat, akkor észrevesszük azt, hogy a csillagok, a csillagképek, az égi üzenetek egész egyszerűen kikerültek a rendszerből. Tehát nyugodtan mondhatom azt, hogy az asztrológiából kikerült maga az asztró. Tehát pont az került ki, amiben benne van a fény, ami a fényt hordozza. Mert az csillag, ami visszaveri a fényt, azok meg megmaradtak a bolygók. Igaz? Azok meg megmaradtak, és létrejött gyakorlatilag egy virtuális valóság, mert ez a 12 állat, vagy fölnézünk a csillagos égre, nem látjuk ezeket a jeleket, mert ugye ez egy látszólagos útnak a 30 fokos szeletkékre történő osztásából kapott stációk, hát ezek nincsenek is ott, és ezekben a megalkotott jelekben egyébként maga ez a rendszer egy tökéletes, zseniális rendszer, tehát én nem ez ellen beszélek, csak
hogy lássuk, hogy mégis miről volt szó, és ebben a 12 egyenlő nagyságú állatövi jelben vizsgálja az asztrológus ugye az égi testeknek gyakorlatilag a helyzetét. De maga a csillagos ég, tehát az isteni üzenet, az égi jel, az már kikerült belőle. És ez azért, már mint az asztrológiából. És tudod, ez hiányként jelenik meg az asztrológiában, mert az asztrológia nem tudja a megoldást. Tehát nem tudja azt, hogy adott problémában mi a megoldást, holott, ha fölnézünk a csillagos égboltra, akkor ott látunk megoldást. Tehát látjuk azt, hogy hol, miként és hogyan jelenik meg mondjuk a kiemelkedés lehetősége, hadd fogalmazok egyszerűen, a karma kerekéből. Tehát ez teljesen egyértelműen megjelenik a csillagos úton. Egyébként a magyar hagyományban ezt úgy hívjuk, hogy a hadak útja, Csaba királyfi útja. Tehát ez nem más, mint a tejút. Ugyanis, ahogy a napnak és a bolygóknak az útja, az egy ilyen kör alakú út, ugye ez gyakorlatilag a karma kerek, amiben megyünk szépen körbe-körbe, a kos csillag képétől a halakig, a kos a kezdet, halak a befejezés, szépen így megyünk körbe-körbe. Na most ehhez képest a tejút pedig olyan, mint egy híd. Tehát akkor, amikor ezen a keréken, tehát ezen az ekliptikai úton elérkezel a tejúthoz, akkor ott te meg tudod hozni azt a döntést, hogy kiemelkedjél. Tehát az egész kerék, tehát egy adott szint fölé tudsz emelkedni, és ezért nem véletlen az, hogy például a tejút mentén olyan csillagképekkel találkozunk, amelyeket úgy hívunk, hogy beavató csillagképek. Tehát például a bika csillagkép és az ikrek csillagképek között van a tejút, és ott jelenik meg egy beavató csillagkép, amely tejút beavatást szimbolizál, tehát lehetővé tesz, hogy általa szintet tudjunk emelkedni, és ezt úgy hívja a csillagászat, hogy az Orion csillagkép, a magyar hagyomány őt nevezi Nimrodnak, ugye az első koronázott király a földkerekét. A Siriusra mutat az Orion, mert a Sirius az a nagy kutyának a legfényesebb csillaga. Ugyanígy a túloldalon is ott van egy beavatás, a Skorpió és a Nyilas csillagképek között ott van a gyógyítás ősi üzenetét hordozó csillagkép, ez az Ophiuchus, vagyis a kígyó tartó. Most akkor az analógiákat egy kicsit, hogy maga ez az elliptikus pálya, amit tulajdonképpen a nap jár, ez a mi életünkben, a mi pályánk, amit az életünkben lejárunk. Igen, ez analógiában a karma kereke. A karma kereke. Különféle életszakaszokban tudjuk ezekkel a rezgésekkel találkozni, amit egy-egy csillagkép jelent a számunkra, és akkor tudunk esetleg a karma kerekében változásokat elérni, mert vannak ilyen segítő csillagképek, amik ebben segítenének. Megpróbálom lefordítani Marininek, hogy ő is értse ezt a dolgot. Mire gondolsz? Tehát a csillagzatok, amelyeken áthaladnak az égi testek, itt többek között a nap is, az a létezésünk különböző stációit jelenítik meg. Egyszerre természetesen több stáció is, hogy úgy mondjam, aktiválódhat, mint ahogy a zongorán sem egyszerre csak egy billentyűt, egy skálán nem csak egy hangot ütünk le, hanem akár hangzatokat is meg tudunk szólaltatni, tehát többet. Tehát egy születési képletbe, ugye mi figyelembe veszük a 12 állatövi jegyet, tehát természetesen azt az eszköztárat is, amit az asztrológia használ, mert hogyha az nem lenne életképes, és nem lenne létjogosult, akkor nem tudott volna fennmaradni. Pontosan. Tehát annak meg kell, tehát annak itt van a helye. A probléma az egésszel az, hogy viszont egy olyan rendszer viszont kikerült belőle, ugye maga a csillagos égbolt, amitől az asztrológia, ami hozza az egészben a megoldást, és hát nyugodtan mondhatjuk így is, hogy a fényt. Tehát amikor nézzük ezeket a csillagképeket, akkor látjuk azt, hogy melyek azok a minőségek az ember életében, amelyek hangsúlyosak. Mondok erre egy példát. Tehát ha megnézzük például a halak csillagképét, itt látható is ezen a laptopon, talán meg tudjuk mutatni, akkor ebben a csillagképben gyönyörű szépen látszódik az, hogy két halacskáról beszélünk, egyébként ez az ív itt a karma kereke. Tehát ez itt az ekliptika, ez a karmikus út, és hát lehet látni, hogy az egyik halacska úszik a vízöntő felé, a másik halacska pedig úszik fölfelé, a tejút felé, tehát ő jeleníti meg a hazatérést. Na most maga a halak csillagzat az összegzésnek a szimbóluma. Tehát itt hozza meg maga a lélek az összegzést, hogy még vissza kell térnem a vízöntőhöz. Ez a vízöntőnek a kiömlő vize az tisztít. Tehát, hogy vissza kell még térnem a karma kerekére tisztítani, vagy pedig len, már kiemelkedhetek ebből a körforgásból, és ezt jeleníti meg a felfelé úszó halacska. Tehát maga a halak, az így van. Ez az összegzésnek a szimbóluma.
Nagyon-nagyon érdekes dolog ez. Tehát, hogyha valakinek a képletében, a születése pillanatában, mondjuk éppen ebben a csillagzatban volt sok bolygó, akkor az azt szimbolizálja, hogy ebben az életben jön el a lehetősége annak, hogy összegezze az eddigi dolgokat, és ott el tudja dönteni azt, észreveszi azt, hogy melyek azok a dolgok, amelyek miatt esetleg még ismételni kell, vissza kell térni, mit adósságokat megadni, vagy bevallani az anyósnak, hogy mégis otthon voltunk karácsonykor, amikor ő ránk telefonált, hogy jönne látogatóba, vagy pedig ki tudunk emelkedni, tehát magasabb szintekre tudunk emelkedni, ez a felfelé úszóhal. Ezzel kapcsolatosan két dolgot hadd mutassak meg Mari néninek, és a kedves nézőknek, az, hogy nézzék csak meg azt, hogy jelenleg a tavaszi napfordulat pontja az itt van. Na most a tavaszi napfordulat pontja mutatja meg azt, hogy milyen világkorszakban vagyunk, uh-huh. és hát lehet látni, hogy ez a visszaúszóhal. Hmm. És hát ugye nézzük csak meg azt, hogy soha ennyien még nem voltunk a Földön, mint most. Több mint 7 milliárd lélek. Tehát, hogy ez a visszatérés ideje. Ez a visszatérés ideje. És hát hadd mutassam meg azt is, hogy például Jézus idejében hol volt ez a tavaszpont. Ugye Jézus idejében kezdődött el a halak korszaka, és hát nézzük csak meg, hogy Jézus idejében ez a tavaszpont lépett pont a halak csillagképébe, itt volt a felfelé úszó halnál. Tehát ő, mint megváltó, mutatta meg azt, hogy hogyan lehet kilépni ebből a körből, és hogyan lehet felfelé emelkedni föl ide a tejút irányába. Mondjuk akkor összesen azt hiszem 65 millió embert érte Földön Jézus idejében, tehát egy kicsit másabb a világ. Így van, így van. Most viszont már visszaúszó halnál vagyunk, tehát ez azt jelenti, hogy elérkeztünk a visszatérés. De visszatérni azért, hát látjuk, hogy a visszaúszó hal a vízöntőhöz megy, mert van egy csomó felgyűlt egy csomó, hogy úgy mondjam, tisztázni, tisztítani való dolog. Most jön a 2000 forintos kérdés, hogy te elég sok képlettel találkoztál az életben. Találkoztál-e olyan képlettel, amikor az az ember itt és most az utolsó lehetőséges ideje volt? Tehát, hogy ő már annyiszor megjárta a karma kerekét, annyiszor megtisztult már, hogy ebbe az életbe tudja letenni az, hogy esetleg utána ne kelljen jönnie vissza, csak segítőként. Illetve találkoztál-e segítő képlettel, amikor annak az embernek már nincs semmi dolga, csak segítőként küldték ide vissza egy fényküldött képéről szeretnék. Találkoztam ilyen képlettel, de nem úgy, hogy ők kerestek meg engem, hanem én kerestem meg őket. Aha. Mert hát ugye ezekből az ember, tulajdonképpen innen ők tőlük tudjuk a legtöbbet tanulni. Publikus-e esetleg már nem élnek, és lehetne róluk beszélni? Nem. Nem élnek még? Nem. Van, aki él még, igen. Aha. Igen. De ez nagyon jó, hogy itt vannak közöttünk. Van, hogyne. Igen. És akkor ebben a nagy áradásban, ahol most ugye majdnem az összes lélek akkor idejött, sokkal több lélek van, de most ide áramlak a többi bolygókról, csillagképekből a lelkek, ők érzik ezt a nagy katartikus érzést, ami most be fog következni, itt azért érezzük, hogy itt most egy óriási nagy evolúciós ugrás előtt állunk, tehát vagy a lelkek fölemelkednek arra a Krisztusi útra, vagy nagyon sok az anyagban elbukik, nem a lelkek, hanem maga a fizikai létezés síkján. Most őrült nagy a tét ilyen szempontból, tehát ezért van több fényhozó a Földön, aki próbálja az embereknek felvilágosítani az életét. Hogy látod ezt a kérdést? A Síva papok tanítása szerint 14 milliárd emberi lélek van. Uh-huh. Hogy ez így van, vagy nincs, én ezt sajnos el tudom fogadni egyébként. El tudom fogadni azért is, mert tényleg az ekliptika mentén 14 csillagkép van a két beavató csillagképpel együtt, ugye a kóstolom valaki. De csak az elménknek a játék. És de ebből adódóan én el tudom ezt fogadni. A fényhozókkal kapcsolatosan és a segítőkkel kapcsolatosan valóban most nagyon-nagyon nagy jelentőségi időket élünk, és ennek egyébként az égi megjelenés, és ez persze ezt mindenki érzi, tehát ezt a lelkeméjén mindenki tudja, mindenki érzi. És ez a csillagos égbolton nagyon szépen jelenik meg, ugyanis az a világtengely, ami most van itt a halak csillagképében, és ezt hadd mutassam meg a kedves nézőknek, beütjük a jelenlegi időpontot, és itt a világtengely fölött, pontosabban ezen a világtengelyen, ugye látjuk azt, hogy ott van a táltos paripa, a Pegasus csillagkép, amely a mitológia szerint, a szkíta görög mitológia szerint hozza Zeusnak a villámait.
és látjuk, hogy ezen a világtengelyen itt van egy villám, egy ilyen cikcak alakú csillagkép. A csillagászati név egyébként az, hogy gyík, a gyíkpok, mint a hüllők, a megújulás szimbólumai, egyébként ő az a villámcsillagzat, amely jelenti azt, hogy ebben a világkorszakban az isteni üzenetet, az isteni gondolatot, mondhatom úgy is, hogy az elhívást mindenki megkapja. Tehát mindenki tehát az ég egyadt a világon. Marinének, tehát most van lehetőséged emelkedni a tudatszinttel mindennel, és van lehetőséged benne maradni a mocsárba, és kiszáradni a mocsár együtt is. Ugye mindig azt az analógiát szoktuk hozni, hogy értsete is, hogy egy evolúciós ugrás több volt már az emberiség életében. Az első, amikor mondjuk kiszálltak a tengerekből, és ugye elkezdtek kiszáradni az őstengerek, és akkor ott volt a lehetőség egyetlen egy élet alatt, hogy vagy belefulladsz a sárba, vagy megtanulsz koportyú helyett tüdővel lélegezni, és a kis uszonyaiddal kibillegsz a szárazföldre. És erre nincs az, hogy majd az anyám majd olyat szül, aki majd már ki tud menni, mert ilyen nincsen. Tehát az evolúciós ugrásoknál általában a túlélésnek az alkalmazkodás az egyetlen egy feltétele. Lefordítva azt, amit az előbb mondtál, tehát most itt van a hüllők villámának az időszakkal, nagyon sokat a szenvedésünkre a hüllőkkel kapcsolatban hozzák, de gondolom ez most egy nem egy jó folyta analógia volt, de ezt mindjárt elmondod. De ugyanakkor most vagy tudunk emelkedni, vagy a sárnépeként belefulladunk a sárba. Tehát, és az emberiségnek most azért nagyobb a kihívása, vagy legalább akkora, mint a halnak, akinek meg kellett koportyai tüdővel élegezni, az embernek, akinek ott kell tudni hagyni az anyag imádatát, a pénz mannonját, és a fény felé menni a földi létezésében, mert vagy úgy hagyja el a földi síkot, hogy csak fényként eltávozik innen, de akkor ugye valamit nem csinált meg, és újból vissza kell jönnie, vagy átalakul, képes átalakulni ez az emberi testen belüli evolúció egy teljesen más, teljesen szeretetteljes, valóban világító, isteni teremtő képességeit fölvállalni, tudó és élni, tudó ezzel a képességgel emberként létezni, mert egyek vagyunk az Istennel a szeretetben, és akkor, mikor tudunk világítani fényemberként, akkor vagyunk képesek a teremtésre. Bocsánat, hogy ezt így elmondtam, de ez indult be, intuícióról beszélgettünk, ez jutott eszembe, el kellett mondanom. Igen, ennél a villámnál egyébként pont ez a nagyon-nagyon érdekes, hogy ezek a villámok megérkeznek most mindenkihez, és hogy ezt le tudjuk hozni a gyakorlati életbe, hogyan. Erre talán a legjobb szó az, hogy sugallat. Tehát, hogy mindenki megkapja azokat a sugallatokat, ezek váratlanul bevillanul ötletek, megoldások formájában, amelyeket onnan ismerünk fel, onnan vesszük észre ezeket, hogy éppen el vagyunk foglalva valamivel, gondolkodunk valamiről, ám de váratlanul megjelenik egy oda nem illő, teljesen oda nem illő gondolat. Na, ezek azok a sugallatok, amelyekben benne van hogy is mondjam, csak az Istennek az üzenete, mert sokan szokták azt kérdezni, hogy jó, de hát én honnan veszem ezeket észre? És mi van akkor, hogyha esetleg azokat én gondolom ki, és arról vélem úgy... Az én elnyomott kis hangjaim. Igen, hogy na, ezek az isteni jelek, és közben nem is az. Onnan veszük észre, hogy mi magunk is meglepődünk rajta. Tudod, manapság azt halljuk szinte mindenhol spirituális körökben, hogy beléptünk a vízöntő korszakába, ami égi értelemben egyáltalán nem igaz. És amikor megkérdezzük, hogy miért gondolják azt, hogy a vízöntő korszakában vagyunk, ott látjuk még, hogy a halak csillagképében van a világkorszakot jelölő világtengely, akkor azt mondják, hogy hát azért, mert a tudományos technika olyan hihetetlen gyorsasággal fejlődik, hogy ez bizony a vízöntőhöz tartozik. Igen, nem csak, hogyha megnézzük a tudomány fejlődését, amikor valami jeles dolog feltalálódik, hogy ilyen csúnyán mondjam, akkor a tudós azt nem kigondolja, hanem egyszer csak bevillan neki a megoldás, akkor, amikor egyébként nem is gondolkodik az adott problémán. És ez onnantól kezdve van így, amióta ez a tavaszponti tengely belépett a villámcsillagképébe. Tehát én azt mondom, hogy mi most egyébként emberként hihetetlenül jó időszakban vagyunk, mert addig, amíg mi élünk, tehát még ebben az évszázadban ez a tengely itt marad, utána már nem lesz itt. Tehát ez a generáció, aki most él, még most él a Földön, ennek a generációnak még ott van az a lehetőség, hogy és semmi más dolga nincs, e tekintetben persze sokkal több is van, de e tekintetben semmi más dolga nincs, mint az, hogy odafigyeljen ezekre a sugallatokra, és tudod, az itt a nagyon-nagyon érdekes, hogy ezeket a sugallatokat akkor lehet legjobban tetten érni, amikor bármiféle tisztulás van az életünkben. Akár egy egyszerű zuhanyozás.
mert zuhanyozás közben, és nézd csak meg, állunk a zuhany alatt, és jönnek a nagyszerűbbnél nagyszerűbb gondolatok. Nem fog tetszeni, de a slozi ugyanez. Tehát pontosan ezt akartam mondani, hogy amikor ott ülünk az otthonunk, véletőleg legkisebb az elengedő szeretet minőségét maga, megvalósító helyiségében. Ahol egyedül vagyunk, nagyon fontos. Így van, hát, így van. Lenni hát, így van, igen, igen. Vagy a böjtölés például. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, amelyeknek a révén tisztul a test, és minél tisztább a test, annál inkább be tudjuk fogadni ezeket a sugallatokat, ezeket a villámokat, annál inkább meg tudnak érkezni hozzánk. A történelem során nagyon sokszor tapasztalható volt, hogy az emberek valamilyen tudásra kíváncsiak voltak, például Lobachevsky és Bolyai Farkas egy időben fedezték föl az euklédeszi geometriát, és a Lobachevsky nevéhez fűződik, mert ő előbb ért Szentpéterváron a szabadalmi hivatalban, mint Bolyai Farkas. És ahogy említetted, hogy abban az időben megjelent... Viszont Bolyai jobb zeneszerző volt, jobb hegedűs volt. Jó, de matematikusként értékeljük most őt, hogy abban az időszakban ők ki voltak hegyezve erre a témára, viszont a maga az információ korábban nem jelent meg itt a Földön, mert hogyha a te tudásodat figyelembe kísérem, akkor annak a rezgésképnek, ahogy említetted, most a halakban vagyunk, meg kell jelennie az információnak a mezőben, hogy én le tudjam hívni a kis hangommal, az intuíciómmal. Tehát mindig a lehetőség ott van, bárki felfedezhette volna a relativitás elméletét, aki ki van hegyezve egy Einstein fülével, mert akkor már itt volt az információ. Amíg nincs itt a Földön, addig nem is tudjuk mi sem megkapni. Jól értem ezt, vagy hogy kell ezt érteni? Hasonlóképpen gondolom ezt én is. A létezésünknek ugye többféle törvénye van, vonzástörvény, tükrözés, stb. Rengeteg karma törvény, és így tovább. De ahhoz, hogy az életünk és az utunk egészét így ezekkel a tudással kapcsolatos dolgainkat is jobban meg tudjuk érteni, ahhoz szükséges tudnunk, szükséges ismernünk a visszatérés törvényét. Tehát egy egyszerű példával élve, mondjuk van egy egyszerű emberke, aki egy erdő közepén egymagában éldegél, és gyönyörű szépen süt a nap, nyári idő van, jól érzi magát. Jön az ősz, akkor már kicsit hűvös az idő, és amikor már télre fordul, akkor már kegyetlenül érzi magát, hiszen hideg van, de aztán megérkezik a tavasz, az enyhülés, jobban érzi magát, jön a nyár, most már minden rendben van, és már el is feledkezik róla, hogy volt tél. És jön az ősz, és akkor már déjà vu-ja van, hogy itt valami nem stimmel, és már rosszabbul érzi magát, és jön a tél, és didereg, és vacog, és hát, hogy milyen borzasztó ez a sors. Tehát visszatér a tél. És egy idő után rájön az ember arra, hogy hoppá, ugye mert sárgulnak a falevelek, jön a tél, akkor építek valami kis kunyhót, és aztán tüzet gyújtok, és a kunyhó ablakából nézve a hóesés már nem valami borzasztó dolog, hanem egy csodálatos, kellemes látvány. Tehát ugyanaz a minőség visszatér, egyszer ugye lehet mondjuk borzasztó élmény, viszont át lehet alakítani, hogyha az ember rájön arra, hogy minden, ami van, és ez mindenre érvényes, az emberekre is, a társainkra is, szituációkra is, és magára, azokra a tudás csomagokra is, amelyekkel az élet minőségét, társadalmakat lehet átalakítani, azok is visszatérnek. Ez most az az időszak, amikor rengeteg olyan tudás tér vissza, amely már itt volt a Földön, amelyet például működtettünk az atlantiszi kultúra idején, vagy akár az azt megelőző időszakokban is. Tehát akkor, amikor az ember, és tudod, ez itt a hatalmas nagy titok, hogy amikor tudom, hogy milyen világkorszakban vagyok, és annak a jeleire, annak a jelzéseire, annak a jelzésének egy jelen tudok lenni, rá tudok koncentrálni, bele tudok merülni valamilyen technikával, valamilyen úton, módon, akkor az ahhoz a korszakhoz tartozó régi minőségeket tudom én újraaktiválni. Hogy mondjak erre egy nagyon-nagyon egyszerű példát, láthatták a kedves nézők is, meg itt is lehet látni, hogy a tavaszi napforduló tengelye a Pegasus csillagképében van. A Pegasus az a, ugye a halak, Pegasus villám, ugye a táltos paripa. És gondoljatok csak bele abba, hogy minden, ami a lóval kapcsolatos, az mekkora jelentőséggel bír ma újra, gondolok itt például a lovasíjászat újbóli megjelenésére, ami világszerte ugye hatalmas nagy elismerésnek és sikernek örvend, hál' Istennek. De hát hogyan? Hát itt már űrhajók és repülők korszakában vagyunk. Mi indokolja ezt az egészet, hogy az ember mégis vágyik arra, hogy olyan
olyan minőséggel, egy lóval működjön együtt, akivel tényleg együtt lehet működni. Egy repülőgéppel nehezebb együtt működni. Egy lóval viszont az ember kiépíthet egy lelki kapcsolatot. Tehát nem véletlenül érkeznek vissza ezek a minőségek. Ugye ebben a kultúrában, tehát ha én tudom azt, hogy az adott korszak miről szól, és mik annak az égi jelei, hiszen a régi tanítások is ugye azt mondják, hogy miként a mennyben, úgy a földön is, amint fent, úgy lent, akkor én már rendelkezhetek azokkal a szimbólumokkal, és a szimbólumok nagy erők, nagy energiák, a jelképek, amelyekkel le lehet hívni azt a tudást, vagy hát nyilván nem az egészet, mert ahhoz egy ember egy adott inkarnációban kevés, de annak a tudásnak legalábbis azt a részét biztosan, amivel viszont ő előbbre tud lépni, nem csak a saját történetében, hanem amivel már ő hozzá tud járulni a nagyobb közösség jobbítása, életének jobbítása érdekében. Két nagyon komoly témát érintettünk. Az első az ezt a erdő-viskó kérdést, ezt beszéljük át meg egyszer. Ez nagyon érdekes és nagyon jó példa. Ugye van olyan ember, vagy van olyan létező, fogalmazunk így, aki folyamatosan a télbe fog dideregni. A másik rájön, hogy ebből mit kell tanulnia, és megépíti a maga házát, és a melegből néz kifelé. Igaz? A másik ember ugyanúgy a párkapcsolataiban, a társkapcsolataiban folyamatosan a didergést éli meg, a másik meg közelebb húzódik a másikhoz, és megéri a melegséget az életükbe. Tehát minden kapcsolat, tapasztalás, ami a földhöz, az emberekhez köt, az a tanulás és a tudatosodásnak az útját jelenti. Az egyik tudatosul belőle, a másik végigáll a jéghidegbe. Nem egészen vitatkoznék veled, de csak a tekintetben, hogy előbb-utóbb eljön az a kör, amikor felébred. Amikor rájön arra, hogy nem kell dideregni. Viszont ahhoz, hogy jobbá tegye az életét, ahhoz neki mozdulni kell. Tehát ugye a spirituális tudatosságnak az előfeltétele a felébredés. Tehát amikor ráébredek arra, hogy az a szint, amit most nem abszolút értelemben, hanem mindig azon a szinten, ahol vagyunk, azon tudunk felébredni. Tehát hogy ráébredek arra, hogy hoppá, hát ez nem azért van így, hogy mondjuk én direkte rosszul érezzem magam, hanem azért van így, hogy ez a helyzet, ez a szituáció kihozza belőlem azokat a minőségeket, amelyekkel viszont már szintet tudok emelkedni. Tehát én bízom benne, hogy és ez a televízió is biztos, hogy azért van, hogy segítse az embereket abban, hogy ne újból didergés legyen, hanem legyen ez a ráébredés. A másik lépcső pont a kapcsolatokról, emberi kapcsolatokról szólt, amikor mindig ugyanazokat a sémákat játsszuk le az életben, párkapcsolatban, az emberekkel való viszonyunkban is, és a didergést ugyanúgy lehet azért analógiába állítani. És amikor egyszerűen nincsenek elvárásaim a másikkal szemben, és akkor van melegséget tudok érezni. Tehát ugyanez az analógia, de én tökéletesen megértettem ezt, hogy mindig vissza leszek víve ahhoz a feladathoz, ősz-nyár, tavasz, télciklus kapcsolatokban, mindig azt az embert fogom bevonzani, amivel nekem dolgom van, és amikor már megoldottam, valószínűleg akkor nem olyan szituációba tesznek, de van más. A szimbólumok. Ha fölnézek az égre, nekem egy Sirius csillagkép, vagy egy Orion csillagkép is már egy szimbolika, tehát maga egy forma. Igen. Akkor megnézem a pránanis tudás, amiről többet nem árulhatok el, de ott is folyamatosan szimbólumokon keresztül hozzák az információt, és minden tudásnak a védáktól, az egyiptom ókoron keresztül, szimbólum. Mindenki szimbólumokon, és azokban a szimbólumokban meg is lehet őrizni az információt, mert az a rezgéskép folyamatosan azt az információt fogja lehordani, ami arra vonatkozik, és netán egy szimbólummal, amit magamra tetoválok, amit nem nagyon támogatok, ugyanígy determinálja folyamatosan, hogy melyik rezgés kép az, ami hatással lesz az életemre. Hogy kell ezt értelmezni a te tudásodban? A csillagképek a legősibb szimbólumok. Tehát mármint a Földön élő ember számára. Állítólag a Sirius negyedik planétájáról érkeztünk mi emberek. És ugye nagyon érdekes volt ott az, hogy Sirius ez egy kettős csillag, tehát a két csillag körül ilyen nyolcas alakba kering. A végtelen. Igen, igen. De ezt megelőzően egy olyan csillagrendszerben éltünk, állítólag, sajnos erről nekem bizonyosságom, jelen inkarnációban nincs, de hogy három csillag körül ilyen kifli alakba keringtek a bolygók. Arról jöttünk két csillagba, a Sirius kettős csillaghoz, és onnan most már csak egy csillag. És ugye ezek között az a lényegi különbség, hogy a három és a két csillagnál nincs nappal és éjszaka.
Tehát nem jelenik meg az a polaritás, ami viszont, ugye itt most már egy csillag körül keringenek az égitestek, itt már megjelenik a nappal és az éjszaka. Rendkívül érdekes. Én nagyon sokat gondolkodtam, de visszatérek a kérdés, válaszolni fog rá, hogy milyen lehetett az, amikor három csillag körül keringtünk. Tehát, hogy a fénynek milyen minőségeit élhettük meg, ennek az emlékezetével, ennek a birtokában érkezünk a Siriushoz, és 3-2-1, és most ide ebbe a naprendszerbe. Tehát olyan minőségeket, olyan varázslatokat őriz minden egyes ember, hogy ez valami hihetetlen. De visszatérve, tehát itt vagyunk a Földön, és innen a csillagoségre tekintve, ha mondjuk elindulunk tényleg a Kos csillagképétől, és ezt, hogyha mondjuk meg is nézzük a csillagoségból, akkor látjuk, hogy a Kos csillagképe, amely minden kultúrában, minden hagyományban a kezdeteket szimbolizálja, azt a kezdetet, amely akkor tud jól működni, és ez most a földi létezésre vonatkozik, ahol a hármasságot ismerjük, tehát test-lélek-szellem hármasságát tudjuk ismerni. Miért? Azért, mert nézzék csak meg, a Kos csillagkép feje fölött ott van egy háromszög. És ennek a háromszögnek a tudatában és ismeretében lehet észrevenni a kiemelkedés útját, a tejutat. Mert a Kos az a tejútra néz. Tehát a kezdet, az égi szimbólumok szerint, a kezdet és az elindulás az nem arról szól, hogy egyről a kettőre jussunk, vagy mit tudom én, mennyiségileg növeljek valamit, hanem a kezdet és az elindulás az mindig arról szól, az égi jelek szerint, hogy kiemelkedni arról a szintről, ahol vagyunk, hiszen a tejút az a kiemelkedésnek a szimbóluma. És aztán a következő csillagzatot, hogyha megnézzük, ő a bika. Ugye a bika csillagkép szarvai már a tejútra emelnek, tehát ezt itt nagyon szépen lehet látni. Tehát a bika csillagkép égi jele szól gyakorlatilag arról az erőről, amely erővel már magasabb szintekre tudja emelni magát az ember. És a bikát, hogyha egyetlen egy szóban akarjuk elmondani, hogy mi ennek a csillagzatnak az ősi üzenete, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ő a termékenység. A termékenység égi jele, hiszen az ő hátán van az a fiastyúk csillaghalmaz, a plejádok, az istenek szerelmi fészke, amely gyakorlatilag a csillagos égbolton az egyetlen olyan hely, ahol a teremtés hetese, tehát nap, hold, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, tehát a hét ősprincipium tényleg tud találkozni, vagyis tényleg egy helyen gyűlik össze a teremtés hetese, vagyis ez azt jelenti, hogy az összes teremtő erőt, amivel rendelkezünk, mondjuk így az Isten által, azt nem külön-külön, itt-ott-amott, tehát szétszórva működtetjük, hanem együtt. Tehát ez az együttműködtetés adja azt az erőt, azt az energiát, amellyel már magasabb szintekre tud emelkedni az ember. És ezt szimbolizálja a tejút. És hát még lehetne sorolni még tovább. Tehát a lényege az az egésznek, hogy akkor, amikor a csillagoséget vizsgáljuk, akár úgy, hogy mondjuk a születésed pillanatában nézzük a csillagoséget, akár úgy, hogy aktuálisan most mi van a csillagos égbolton, látjuk azt, hogy melyek azok az ősminőségek, amelyeket tudunk működtetni, amelyeknek tényleg eljött itt az ideje, mert gondolj csak bele abba, hogy a mai ember nem csak, hogy nem tudja azt, hogy minek jött el az ideje, igazából azt se tudja, hogy hány óra van. Azt ugye, tudja, hogy eljött otthonról szóval. Tehát mit tudom, teszem azt, most van déli 12 óra, na de ugyanúgy déli 12 óra van Párizsba is, meg Debrecenbe, meg Bécsbe, meg Budapesten. Na de hát biztos, hogy ekkora területen mindenhol valóban déli 12. Nem, ugye időzónákra lettünk osztva, és gyakorlatilag időzónán belül ugyanannyi az idő. Na de a valóságban ez nem lehet, tehát a valóságban nem. És ez ugye azért lényeges, mert az egyik legfőbb idő az a dél, a delelő nap. Mert ugye, hogyha például én a delelő napnál költöm el az ételemet, akkor az az étel akkor lesz, és csak akkor lesz leginkább tele fényinformációval. Tehát ezért a régi ember a delelő napnál étkezett, és nem akkor, amikor megéhezett, mert az, tehát érted az, hogy túl profán, tehát gyakorlatilag azzal a tudással, hogy az ember tudja, hogy mikor, minek jön el az ideje, mert ugye rendelt ideje van mindennek, ezzel a tudással tud igazán, hogy is mondjam csak, tudja betölteni igazán azt a küldetést, hogy hát a te életednek te legyél az irányítója, és ne a multinacionális cégnek a vezetője, és így tovább. Tehát ezek az égi jelek segítenek ebben. Vagy például, hogyha tovább haladunk, és megnézzük például az ikrek csillagzatát.
Tudod, az ikrek csillagzat az a polaritást szimbolizálja, mert az egyik oldal a kasztor, ő volt a mitológiában a halandó, a másik oldal a Polluxként a halhatatlan, aki Zeusnak a gyermeke. És tudod, és jóban rosszban mindig együtt voltak. És ez az ikrek, tehát ez a történet mondja el azt lényegében, hogy te, mint ember, rendelkezel egy résszel, ami mulandó, halandó, de ott van benned az Isten is. Ahogy a megváltó is mondja, hogy az Isten országa a ti bennetek van. Tehát pont ezzel analóg. Tehát, hogy az emberi létezéshez hozzátartozik ez a kettősség ebben a világban. Hogy van egy mulandó és van egy örök részünk, és ezzel haladunk tovább ahhoz a rák csillagképéhez, amit hogyha megnézünk, hát egyből kivehető a hármasságnak a jele. Ez a három ág. És ez a három ág tanít meg minket arra, hogy mikor jön el az ideje a befogadásnak, ez a megnyíló szeretet, a táplálásnak, majd az elengedésnek. Tehát befogadó szeretet, tápláló szeretet, elengedő szeretet, és az elengedő szeretetnek az ágán itt van az a csillag, amit úgy hívunk, hogy olló, a köldökzsinór elvágásának, hogy is mondjam, csak az égi csillaga, és ezután lépünk át abba az oroszlánba, aki már el tud engedni. Lépünk át abba a minőségbe, és ez az oroszláni minőség, ahol az ember már, hát nézd csak meg, itt van az oroszlán feje, és itt van a karma kereke. Tehát magasan a karma kereke fölött van az uralkodónak a feje, tehát rá tud látni, rálát az életre, és ezáltal tudja uralni azt. Volt egy gyönyörű mondatod, amit én egy székely feliraton úgy látom, hogy Istenem, bennem van országod, és egyek vagyunk a szeretetben. Ugye? Maga két kérdésem van már csak az adásban. Az egyik az, hogy maga ennek a szeretet energiának a rezgésképe milyen módon található meg az asztrológiában, asztrozófiában? Ez az első kérdésem. A másik az, hogy Paksi Zoltánnak hogy telnek a mindennapjai? Egyrészt a szakmát szeretném megkérdezni, hogy hogy fogadják az asztrológusok ezt a fajta új tudást, amikor te azt mondod, hogy egy mennyiségi tudást, egy minőségi felső 3D-t, azt tulajdonképpen egy kalapot teszel arra a kérdés világképre, amiket ők az zodiákus jegyekkel kapcsolatosan tanultak, vagy tanultunk? Hát a kollégákkal kapcsolatosan nekem nagyon jók a tapasztalataim. Uh-huh. Tehát volt olyan is, aki amikor mit tudom, leültem vele beszélgetni bizonyos dolgokról, szakmai dolgokról, akkor egyszerűen nem volt hajlandó ránézni a csillagtérképre. Szeretet a rezgés az égbolton, milyen módon lehet ezt végigkövetni, mint energiát? Ugye itt nagyon sokszor már ilyen mentális és érzelmi attitűdöket adunk egy szeretet szóhoz, de ugyanakkor az asztrozófus szemével mi az a szó, hogy szeretet vagy energia, vagy hogy jelenik meg ez a képletekben? Hát minden egyes csillag szeretet természetesen, ez az egyszerűbb és szinte már közhelyszámba menő válasz. A lényegi válasz azonban ennél egy másfél mondattal bővebb, és ez pedig lenne az, hogy mi emberként a Föld nevű bolygón élünk, központi csillagunk a nap, ugye naphoz tartozik analógiában a szív, tehát ő is egy szeretet, és ez a naprendszer pedig lenne a Tejút spirálgalaxis szélén helyezkedik el. Tehát mi egy hatalmas nagy csillagbirodalomhoz tartozunk, és ez a Tejút spirálgalaxis. Ennek öt karja van, öt ölelő karja, az egyik karjának a szélén van a mi naprendszerünk. És ennek a spirálgalaxisnak a központja az lüktetés dobog, és minden egyes dobbanásból a Tejút spirálgalaxis közepében csillagok születnek, s löködnek ki az univerzumba. Na most, ami itt nagyon-nagyon érdekes, és ami miatt én mondtam a múltkor azt, hogy külön szerencse, hogy most születünk, és főleg ide magyarként a Kárpát-medencébe, ugyanis ha mi el akarunk indulni, akár mondjuk egy lélekutazás, egy meditációs gyakorlat segítségével, a spirálgalaxisunk középpontja, szíve felé, ahol a fény születik, akkor ezt egyetlen egy irányba tudjuk megtenni. Ugye a magyarság az a nyilas csillagzatához tartozik. Ha megnézzük az égen a nyilas csillagképét, akkor látjuk, hogy íme itt van a Tejútnak a mentén, ugye a nyilason belül ott van egy korona nevezetű csillagkép. Ahogy az égen a nyilashoz hozzátartozik a korona, úgy tartozik a Földön is a magyarsághoz a Szent Korona, és a nyilas csillagképnek a nyíl hegye, tehát ez a csillag, ez a nyilasnak a gamma csillaga, ez a nyíl hegye nevű csillag, ha ennek az irányába elindulunk, akkor ez pontosan a Tejút spirálgalaxis középpontja felé vezet. Tehát gyakorlatilag
a szeretet minősége az nem csak a szíven keresztül, hanem a csillagos égbolton, a nyilas éj hegyén keresztül vezet a mi csillagbirodalmunknak a középpontjába, ahol a fény születik, és ami a lényeges ezzel kapcsolatban, hogy ez a minőség, ez természetesen minden emberben is ott van belül. Nyáron, amikor szoktuk vizsgálni ezt a csillagképet meditációban, és déli irányba fordulva, pont amikor delel ez a csillag, akkor rámeditálunk erre az égi képre, amit a kedves nézők is látnak, akkor egy olyan energiaminőséget tudunk megtapasztalni, ami semmihez nem hasonlítható. Most megpróbáltam befele figyelni, amikor beszéltél, és nem a szavaidra, és valóban éreztem ennek a lüktetését, és még jobban megerősítetted a magyarság ezzel kapcsolatos szerepét az itt és most jelenlegi időszakban, de ez egy csodálatos tórusz pumpálás lehet, ahogy okádja ki magából a csillagokat ez a... Hát ez az egészen fantasztikus, igen. Forgatak, de ez annyira felpörgeti az embert, hogy én szoktam is mondani, amikor végzünk ilyen gyakorlatot, ez önállóan is lehet végezni, de 5 percnél tovább ne. Mert annyira fölpörgeti az ember, tehát annyi plusz energiát kap, hogy nem fog tudni utána aludni. A tejútnak a lüktetését. Nem imaginációban. Egyszerűen csak jelen, tehát odafordulsz, irányba, igen. Odafordulsz a csakráiddal, ugye 5 csakrával odafordulsz a csillag irányába, és egész egyszerűen csak jelen vagy. Aha. Tehát adott irányba, adott időpontba, amikor delel a nyilas gammája, egészen fantasztikus érzés. Tehát nem kell semmit csinálni, csak jelen lenni. Kinél tanultál? Én Trentai Gábortól tanultam az asztrológiai részét, és aztán különböző utakon, módokon, ez egy külön történet az asztrozófiai részt, ugyanis az asztrozófiai, tehát én eleve azért kezdtem el tanulni asztrológiát közel 30 évvel ezelőtt, hogy tudjak tájékozódni a csillagos égbolton. Viszont az asztrológiai úton nem találkoztunk a csillagos éggel egyáltalán, és hát föltettem azt a kérdést, hogy na de a csillagképek, tehát ténylegesen az oroszlán csillagkép, vagy a rák, vagy az ikrek, ez hol van az égen, és az egyáltalán jelente valamit. És hát tudod, hogy van ez, hogy kéri és kopogtas, és kinyitják neked, kéri és megadatik, és tényleg, hogyha fölteszed a kérdést, megkapod a válaszokat, itt szépen lépésről lépésre én is megkaptam ezeket a válaszokat a csillagos égbolttal kapcsolatosan. Intuitív úton, vagy találtál irodalmat hozzá? Is. Uh-huh. Intuitív módon is megvolt rá az irodalom, nem titok. Tudjuk azt, hogy minden mítosz, minden ősi mítosz, az valójában csillagmítosz. Tehát ha én tudom azt például, hogy a Lernai Hidra legyőzésének a héráklészi történet az a rákcsillagképhez tartozik, és megnézem, hogy a rákcsillagkép égi környezetében egyébként tényleg ott van a Hidra csillagkép, és maga Héraklész pedig a nap, és mi történik akkor, amikor a nap a rákba érkezik, és tényleg, amikor Héraklész küzd a Hidrával, akkor hátulról egy rák ugye a sarkába csippent, és valóban, amikor itt jár a nap a rák csillagképében, küzd a Hidrával, akit itt látunk, és tényleg ott van a háttérben a rák. Tehát gyakorlatilag az egész történet, és mind az összes héraklészi munka, de az összes mítosz egész egyszerűen új dimenziót nyer. Egész egyszerűen, amikor már látom, hogy hát ennek megvan az illusztrációja, megvan a szimbolikus megjelenítője az égen, és akkor azt a kérdést tettem, hogy hoppá, de ez az életünkben megjelenik-e? Egyből éreztem, hogy persze, hogy megjelenik. Na de akkor nézzük, és akkor néztem a saját képletembe, hogy ott már tényleg bejelöljük ezeket a csillagképeket. Akkor ezek megjelennek-e az életemben? Észrevehetők? Megjelentek. Oké, én elfogult vagyok önmagammal szemben, persze, hogy megjelennek. De nézzük meg a tanítványaimnál, nézzük meg azoknál, akik nem ismerik még ezt a világot, és náluk is megjelentek. És gyakorlatilag így egy egészen új dimenzió nyílt meg, csak az asztrológia világán belül, hiszen gondolj csak bele, abban az előző adásban beszéltünk arról, hogy 2500 évvel ezelőtt született meg a 12 állattövijel. Na de előtte 4500 évvel ezelőtt is már ugye a leletek alapja már volt asztrológia, akkor mit csinált az asztrológus? Uh-huh. Előtte, az előtte lévő időszakban. Uh-huh. Tehát 2500 évvel ezelőtti időszakban. Hát egyértelmű, hogy a csillagos eget kémlelte, a csillagos eget vizsgálta. És ugye rákérdeztél a hétköznapokra, hát ez a hétköznapok része. Természetesen az életünkben, tehát mind a feleségemmel... Csak tanítasz, vagy elemzéseket is csinálsz? Elemzéseket már nem készítek. Uh-huh. Tehát én már tanítok, előadásokat tartok, és személyes elemzésekkel én már, hogy mondjam csak, nem tudnék úgy annyi időt szentelni egy elemzésre, amennyi ahhoz egyszerűen szükséges. Annélkül pedig nem méltó
annélkül pedig nem lenne méltó dolog, viszont vannak kiváló tanítványaim, akik te is ismersz nem egyet közülük, akiket viszont jó szívvel tudok ajánlani, és akik ismerik a csillagoknak a járását. Kedves nézőim, úgy érzem, hogy spirituális csemegét tudtunk Paksi Zoltán úrral átadni önöknek. Én nagyon megköszönöm, hogy eljöttél, és amit mondtál, az ugye azért jó, nem csak azért tudás, amit átadtál, hanem elindít az emberbe valamit, és azt szeretném, hogy kedves nézőből is ugyanez legyen. Aki szeretne Paksi Zoltán úr tanfolyamra eljutni, már végzett asztrológusoknak kell odaülni, vagy esetleg halandóknak is érdemes, akik még esetleg nem ismerik az zodiákus jegyeket, nem ismerik a csillagképeket, vagy azért ez valami minőségi tanfolyam inkább, amit javasolnál. Bárki jöhet, akár végzett, akár nem. Igazából jobb az, hogyha valaki úgy jön, hogy nem végzett asztrológiai tanfolyamot, mert akkor még teljesen tiszta előítéletektől mentes tudattal ül be, de hogyha végzett asztrológiai tanfolyamot, természetesen annak is megvan a maga előnye. De bárki jöhet. Hát megköszönöm kedves nézőknek megtisztelő figyelmüket. Paksi Zoltánul asztrozófussal beszélgettünk. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu weboldalon vagy a YouTube megosztó portáján láthatják. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm, viszontlátásra.